A nagymányoki német kurus fogadta el a kismányoki német önkormányzat meghívását az ünnepre. Simon László Néa, nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, miközben a németség államalapító tényező volt Magyarországon, és kismányok felzárkóztatásában is meghatározó szerep jutott a népcsoportnak, az állami politika gondolkodás nélkül áldozta föl őket céljai érdekében. A magyar kormány 1946 és 1948 között legalább 185 ezer német nemzetiségét fosztott meg állampolgárságától, valamint ingó és ingatlan vagyonától, telepített ki az éhező és romokban heverő Németországba. Az események megtépázták kismányokat is. 1948. májusában 47 családot 165 fővel érintett a kitelepítés. Aki nem tért haza, azt kérte, az evangélikus templomban harangozzanak lelki üdvéért. Az államalapítás ünnepén rájuk is emlékezni kell, akiknek mindig is Magyarország és kismányok maradt az otthona, hangzott el az ünnepélyen. Kismányokon 5 éve ezelőtt megalakult a német önkormányzat, akik fölvállalták azt a nem kis munkát, hogy a hagyományteremtő szándékkal itt a különböző, a svábsághoz kapcsolódó ünnepeket megtartsuk. Ez egy nagyon fontos, én azt gondolom, hiszen ezzel ugye talán két legyet is ütünk egy csapásra, egyrészt ugye megpróbáljuk az összetartozást továbbra is erősíteni, másrészt pedig ugye nem tudjuk elveszni a hagyományokat. A település civil szervezetei koszorúkat helyeztek el az evangélikus templom falán lévő táblánál őseik emlékére.